Sziasztok, Matilda vagyok, a mai videó pedig egy barangolás Ázsiában rész lesz. Az ország, ahova ma látogatunk el, Libanon lesz, és a szerzőnk pedig, hát szerintem a havi összegzésben nem így mondtam, úgyhogy ott utólag is elnézést kérek, mert hát itt le van írva magyarosan, vagy magyar kiejtéssel, nem tudom, mert hogy úgy van írva, hogy Khalil Gibran, és én ezt így mondtam, de úgy néz ki, hogy ez Khalil Gibran egyébként, úgyhogy bocsánat. És a könyv, amit én tőle olvastam, az nem más volt, mint a Proféta. Ez egyébként majd szép kis helikonos kiadást ide oldalra bevágom, mert én hangos könyvben hallgattam végig. Erről a könyvről egyébként azt kell tudni, hogy nagyon rövid, tehát ez hangos könyvben egy másfél órás hallgatás volt, mert egy ilyen száz oldal, nincs száz oldalnyi talán a könyv. Alapvetően ez egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen filozofikus talán. Igen, ilyen életfilozófiáról van benne szó, bölcsességekről, spiritualitásról, vallásról, ilyesmik vannak benne. Alapvetően ennek, hát hogy most sztoria van, azt annyira nem tudom megmondani, igazság szerint alapvetően arról szólt, hogy egy városban játszódik, ahol van ez az emberünk, aki a proféta. A nevét nem jegyeztem meg sajnos. Neki így minden szavát isszák az emberek. És akkor fontolgatja, hogy akkor neki ideje lenne továbbállni, és még egy utolsó kört tesz talán a városban. És akkor köré gyűlnek az emberek, és még ilyen utolsó kérdéseket, nem is kérdéseket tesznek föl neki, hanem inkább megkérik, hogy beszéljen erről, arról a témáról. Amit ő megtesz, és ez a könyv erről szól, ez gyakorlatilag ami történik benne. Tehát így mindenféle dolgot oda jön hozzá egy ember, és megkéri, hogy beszéljen akkor a szerelemről, beszéljen a gyermekekről, a munkáról, politikáról, ilyesmikről. És akkor tart egy ilyen szép monológot az adott témáról, dologról, ami alapvetően egyébként tök jó dolgokat mond a könyv róla, tehát például azt hiszem kb. A szerelem, vagy a barátság, vagy ilyesmi volt a legelső, és arról tényleg tök jó dolgokat mondott, arra még én is így bólogattam, hogy ja, ez így amúgy, ez egy jó összefoglalója, de egy idő után ez nekem egyrészt kicsit monotonná vált, hogy téma, magyarázat, és akkor így kicsit unalmassá vált, lehet, hogy ezt így, nem tudom, témánként. Olvasol egy témáról, és akkor félreteszed, olvasol még egy témáról, és félreteszed, ezt lehet úgy kellett volna olvasni. Szóval alapvetően nem volt rossz ez a könyv, mert mondott jó és érdekes dolgokat, de így kicsit tömény volt, hogy nem volt hozzá semmilyen körítés igazából. Egy, kettő, nekem kicsit pont emiatt ilyen telibe az arcodba tolja az okosságokat, szintű volt picit. Nem azt mondom, hogy rossz volt tényleg, csak így voltak benne témák, amiket, hogyha így valami történetben van belebugyolálva, az nekem jobban szokott úgy tetszeni egy-egy ilyen gondolatnak az átadása, hogyha valami környezetet teszünk hozzá, és nem csak így egy ember áll és elmondja, hogy igen, ezt így csináld meg ezért, meg nem is tudom, egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha így, tehát hogy nem így rájuk parancsol, hogy így kéne csinálni a dolgokat, hanem hogy így elmondja. Nehezen tudom elmagyarázni egyébként, mert hogy ugye nincs hozzá a sztori, tehát így pontosan kellene emlékeznem minden egyes mondatára az emberünknek. De hogy tehát nem azt mondja, hogy ezt így csináld, hanem elmondja, hogy mi micsoda, és hogy hogyan kellene hozzáállni. Talán így jobban meg tudom fogalmazni, így jobban átadható, hogy miről is van szó ebben a könyvben. Szóval alapvetően érdekes volt, mondott érdekes dolgokat, de hogy így egyben ez nagyon tömény volt, mert én egyben hallgattam végig ezt a másfél órát buszon, és a végére már nagyon-nagyon untam, hogy oké, most megint valamiről beszélünk, és ez így nem volt jó, de lehet, hogyha úgy olvastam volna, hogy így tényleg így részenként, akkor sokkal jobban lett volna, és sokkal jobban átadja, amit kell. De van egy nagyon szép helikonos zsebkönyv kiadása, hogyha valaki így azokat gyűjti, akkor érdemes lehet beszélezni. Ráadásul tényleg egy rövid olvasmány, és tényleg vannak benne jó dolgok. Ez lett volna a libanoni szerzőtől olvasott könyvem. Igazság szerint, amikor ő született, az még talán Oszmán Birodalom volt, ami most lett Libanon, de
Vannak országok, amiből nehezebb könyveket találni, mint másokból. Úgyhogy ez volt a barangolás Ázsiában, Libanon kör. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!